Örvendetes tendencia, hogy az utánpótlás egyre erősebb a vitorlásportban. Elhivatott edzők, lelkes versenyzők és egyre jobb nemzetközi eredmények. Nem is volt csoda, hogy a legnagyobb ifjúsági seregszemlén is rekordlétszámot könyvelt a főrendező, akivel a füredi Serdülőics ifjúsági OB utolsó napján beszéltünk. Az utóbbi évek egyik legnépesebb mezőnye indulhatott ezen a Serdülőics ifjúsági bajnokságon, aminek én nagyon örültem, hiszen az osztályokban induló hajók száma hála Istennek olyan magas volt, hogy itt tényleg jó versenyek és reális eredmények születhettek. 11 futamot rendeztünk ugye a rend kedvéért, hogy úgy gondolom, hogy 11 reális futamot sikerült rendeznünk, hiszen elmondhatjuk, hogy mind a 11 futamban normális, jó kifújt szél fújt, és ebben könnyű volt versenyt rendezni. A pozitív változások egyik kulcsa, hogy a szponzorok is kezdenek fantáziát látni a tehetséggondozásban. Az OB főtámogatója régóta segíti a felnőtt versenyeket, most kiterjesztette a támogatást. Arra gondoltunk, hogy viszont a fiataloknak egy kicsit többet lehetne adni, és mi úgy gondoltuk, hogy elsősorban nem anyagi, mármint nem kifejezetten pénzbeli, hanem tárgybeli juttatásokat kifejezetten a gyerekeknek, étkezés, utazás, azok a költségek, amik felmerülnek, és elősegítik a versenyzési lehetőségeiket. Ez lenne fontos számunkra, hogy minél több fiatal tudjon versenyezni, és hát nagyon örülnénk, ha ebből aztán a magyar vitorlás sport a későbbiekben profitálna. Nagyon nagy mezőny jött ma itt össze, akkor ez a támogatónak is egy öröm. Nagyon örülünk neki, igen, hogy ilyen nagy mezőny jött össze, és több külföldivel ez számunkra fontos, hogy egyrészt megismerjék a Balaton, másrészt a mi fiataljaink találkozzanak a külföldiekkel, hiszen ez is a fejlődésüket segíti elő. Ha már a külföldiekről esett szó, beszéljünk egy ifjú hölgyel, aki a lézeresek között a leggyorsabb volt. Was this last race? Izgalmas volt a mai futam. Kikre kellett leginkább figyelned? Stresszes volt. Reggel még csak 8. voltam, főleg a magyar lányokra figyeltem, mert ők voltak ott a nyomomban. Ráadásul sokuknak gyorsabb hajójuk volt, úgyhogy szoros versenyt vívtunk. Kemény verseny volt. Örülök az eredménynek. Az utolsó nap legnagyobb meglepetése a lézerradiálos fiúk között volt. A végig vezető tavalyi ranglista győztes és osztrák bajnok Kaiser Kristóf összesítésben csak második lett. A győztes mindent bevetett, és be is jött neki. Hogy lehet egy élenálló versenyzőt rávenni arra, hogy ennyire rossz eredménnyel zárjon egy futamot? Hát én úgy gondolom, ez pszichés. Tehát oda kell állni rajta előtt már sokkal, menni kell vele, kicsit fel kell idegelni, és akkor már te vagy a helyzet jelenében. Azért a végén lesz készfogás? Lesz, persze, nem akarok haragba elválni semmiféleképpen. Az optimisztes lányok között ott volt az Európa-bajnoki ezüstérmes Pécs Fanni is, aki most is remekelt. A 67-es mezőnyből 64 hajót előzött meg. Igen, köztük rengeteg fiút is. Milyen volt az 5 nap? Fárasztó volt? Úgy hallottam, hogy nagyon nagy szelek is voltak. Olyan nagy szél nem volt amúgy, de 11 futam volt, szóval az úgy jó arány. Úgy elég volt. Szíved szerint, hogy csinálnád? A legnagyobb szélbe is kimennél optimista? Mert van, amikor már lefújják. Igen. Én szeretem a nagy szelet. A verseny legkiegyensúlyozottabb teljesítményét a földesi munkapáros nyújtotta. 11 futamból 9-et megnyertek. Na jó, 2-szer bakiztak. Ott másodikok lettek. Ők egyébként nem csak itthon sziporkáznak. Szóval voltunk világbajnokságon, közép-európa kupákon. És mik voltak a legjobb eredmények? Hát Közép-Európa kupán összetettben másodikak lettünk, korosztályban elsők, és hát a világbajnokságon összetettben 17-ek, és korosztályban elsők.